Egy magyar cég nyerte az olimpikonok formaruháinak megtervezéséről szóló pályázatot. A Magyar Olimpiai Bizottság arra kérte a jelentkezőket, hogy olyan kollekciót álmodjanak meg, amelyik praktikus, de elegáns. Azt is megengedték, hogy a tervezők eltérjenek a hagyományos piros-fehér-zöld színösszeállítástól. Ahogyan a bírálóbizottság egyik tagja mondta, nem feltétlenül attól magyar valami, hogy matyúhímzéssel díszített. A pályázatra egyébként 11 céget hívtak meg, ebből 6 adott be kollekciótervet. A szöuli olimpiára ott kaptunk egy darab öltönyt, ami egyben felvonuló öltöny volt. Mondja Szabó Bence, a MOB főtitkára. 1988 óta azonban nagyot változott a világ. Rióban már egész ruhakollekciója lesz az olimpikonoknak. Összesen 11 magyar tervezőcsoportot kértek fel a feladatra, amelyből végül 3 ajánlatát rangsorolták. Szabó Bence szerint nagyon fontos dologról van szó. Hogyha már egy ilyen nagy sportnemzet vagyunk, olimpia rendezésére pályázunk, ilyen sikereink vannak, akkor ott is vegyük fel a versenyt a legnagyobbakkal, ahol a külalak számít egyen. Felvonuláson, bevonuláson. A pályázat elbírálásánál több sportoló véleményét is kikérték, mivel elsődleges feladat volt a küllem mellett a hordhatóság. Azt gondolta a zsűri, azt gondolom, hogy egységesen, hogy egy új és modern látszatot kell ennek a kollekciónak üzennie, és ez nem feltétlenül matyóhímzésben, meg pulikutyában nyilvánul meg, de például a 168, ugye a 168 aranyérem, az például megjelenik a ruhákon. A győztes pályázó képviselője fotókon mutatta be a sajtónak a kollekciót. Azt mondta, hogy a hagyományokat is követték, de újítani is akartak. Itt vannak olyan apróságok, mint például a bevonuló ruha, ami egy plisszírozott, egy rakott ruha, ami utalhat a magyar népviseletre is akár, de semmi nem annyira exakt, hogy egy picit ilyen folklor hangulata legyen. Íme pár darab azokból a ruhákból, amelyeket sportolóink a riói olimpián hordanak majd. A mintadarabok egyelőre fogasokon az Olimpiai Bizottság egyik irodájában, ahová stábunkat beengedték. Apróbb változások még lehetnek a kollekcióban. Szeretnénk azt, hogy a bevonuló ruha, tehát a felvonuló ruha, az legyen egy kicsit valamitől még karakteresebb, még emlékezetesebb. A MOB vélhetően januárban írja majd ki a kollekció legyártására a közbeszerzést.